Sziasztok! Eljött a harmadik csomagbontás ideje. Tartsatok velem! Most már nyugodtabban mondhatom, hogy kezdek a vége felé érni a csomagbontós videónak, mert leállt a január 31-i határidő. Nagyon szépen köszönöm, amit küldtetek. Jelenleg még nem küldtem ki a csomagokat, vagy nem küldtem vissza, amit ígértem, de természetesen visszafogom. Szeretnék egy nagyobb pakkot összegyűjteni, és akkor küldöm vissza, lesz egy ilyen speciális aláért kis papír is benne, vagy ilyen rajongói kártyának nevezzük. Ezt kapjátok, még egy plusz ajándék mellett, de az mindenkinek meglepetés lesz. Természetesen műcsali van benne pluszba ajándékként. Folytassuk ezt a bontást, ahogy már múltkoriban is, azért a jobban lássak. Itt van mellettem 7-es újabb csomag. Úgy van. Ezek ilyen nem akkora pakkok, úgyhogy nem lesz olyan hosszú a mai videó. Tengerdi Gábor küldte a következő csomagunkat. Ő a 15-ös pakkot küldte nekünk. Tehát 14-et már kibontottunk. Egyébként 30 fölött lesz a végső szám. Még most, amikor a videó készül, még pontosan nem tudom, de még várni kell arra, hogy ugye a posta teljesítse akkor megint megállok, amikor belekukkantok. Van egy kis cett. Nem kéri vissza a csalikat. Kedves Gábor, neked is nagyon szépen köszönöm. Akkor nézzük, eléggé csalikat, akkor ez többes számba. Na! Van egy ilyen tube nevezetű, ilyen tubus. Annak idején egyébként tévéreklám készült ezekből. Leginkább a tengeri horgászatra, a tintahal utánzatra készítették ezeket a dolgokat. Itt belül egy ólom, és hát én is vettem belőle. Lehet, hogy nem jól használtam, de nem volt igazán nagy sikerem benne. A lényeg, hogy itt kivágjuk az orrát, akár egy szivarolmot is ide belerakunk. Ide hátulra kerül a hármas horog, ide. Itt belül az ólom, és akkor így vezetgetjük. Egyébként nem rossz kis csalinak néz ez ki, de vagy nem jó helyen, illetve vagy nem jókor használtam. Ha belegondolunk amúgy egyébként, ez a kutyogatáshoz mostanság népszerű kiegészítő, ez nagyon hasonlít, tehát ott is vannak ilyen plusz lábak is, mondjuk a lágyabb, illetve jobban szétáll azonnal ez a dolog. De az egy plusz inger, úgymond a harcsák számára. De itt megint megjegyezni, megint eszembe jut ilyenkor valami, hogy aki a régi könyveket böngészi, az tudhatja, hogy mondjuk az ólom fölé vajon miért rakhattak, ajánlhattak piros rongyot, piros rózsát, én is raktam, tehát ilyen mi rózsát szerkesztettem az ólom fölé. Tehát ez egy ilyen plusz kiegészítő, ott van mondjuk a leginkább én nadállyal horgáztam, vagy piócával, saját kezemmel szedtem ilyen mocsaras részről annak idején. Sőt, ha megvan a lelőhely, akár még most is nekiállok. És nem csak a nadály kellett ott magát, hanem az a kis piros rongy is így úgymond oda vonza a harcsát. Tehát egy kicsit hasonlít ez rá. Na, akkor nézzük ezt a... Aha, na ez egy csörgőske, valami lesz Gábortól. Ez egy felszíni, már látom, nézzétek az orrát. Ta-da-da-dam. Szépen, gondosan becsomagolva. Egy külön doboz kell készítem ezeknek a csaliknak, és akkor majd minden egyes pecámon, a nyáron, szerintem, mert például ez egy jó kis nyári csali. Hát ez egy
felirat nincs rajta, egy felszíni csali lehet, könnyedsége megvan neki, ugye ezeknek az a jellegzetessége, itt még van egy kis vájat is, tehát ez egy ilyen igazi kínai gyártmánynak néz ki, elnézést, ha nem arról van szó. Látszik ez a popper, mi voltja, tehát itt ilyen homorú, mint egy kanalat tartanák ide, ezt húzhatjuk ilyen ütemesen is, és akkor ilyen buborékot kelt maga elé. Leginkább egyébként szerintem az a békára, békát utánzó műcsali lenne ez a popper. Na, valamennyire visszacsomagolom, és akkor áttérek a következő. Gábornak köszönjük szépen, és akkor így szépen, hogy tudjam, hogy kiről van szó. Tisztelt ügyfelünk, nézzétek! Jaj, ezt nem mutatok, tehát ezt nézzétek. Tisztelt ügyfelünk, ugye hát az, hogy megsérült a csomagunk. Igen, nem vette át. Ja, igen. De hát ezt így tudják megoldani, hogy leragasszák, mert ugyanis ezt jegyző könyvezik el, hogy hello, horog. Persze ez Dori Zoltán, ha jól olvasom, küldte nekem. Egyébként bubis csomagolásba, tehát megpróbálta ő is úgy, ahogy úgymond jónak néz ki a dolog, de hát senki se tudja pontosan, hogy néz ki ez. Na itt a... Szerintem ez egy szalmó lesz, nem vicceltek. Igen, gyorsan elolvasom. Visszakéri a gyűjteményébe Zoli, meg is értem. Ugyanis ez a típusú csali még az én kezembe se volt. Ez leginkább ez valahogy kimaradt úgy az életemből. A mi piacunkon nem jellemző, bár ha belegondolok, a Salmo Wave az ennek a továbbfejlesztett változata, Slim, így van. Salmo 10-es Slim, látszik, hogy nem sokat dobálta. Hát számomra ez egy ilyen erekje, vagy nem is tudom, tehát ez ilyen nézegettem a katalógusba, én is körülbelül ilyen szinten van. Annyit tudok, hogy ez a tengeri sügér horgászatára, ahogy tudomásom szerint arra használták. Tengeri halak meg piszok gyorsak, tehát ezt piszok gyorsan kell vezetni, ez a ennyire egyszerű a dolog. Nem egy bonyolult csali, szerintem magyarországi vizekben nem állja meg a helyét ez a Slim, ezért nem is került itt a Energofish Kft-nél a magyar piacra ez a Slim. De ha van rá lehetőség, illetve nagyon rabolnak a balszit, balszik a felszínen, akkor azért kipróbálnám egyébként Zoltán helyébe. Úgyhogy nagyon szépen, ja, de nézzétek meg, hogy még külön kis csomagba is rakta nekem. Ennek ellenére ez bizonyítja a Salmo Wobblereken a horog minőségét, hogy ez mindent is átszúr, ha úgy tetszik. Köszönöm szépen, természetesen megy vissza egy ilyen wobblernek én is úgymond megtartanám. Ezzel egyetértek Zolival. Na, nézzük a következő csomagot. Remélem szépen, így van, 18-as számú versenyző érkezik. És még mindig csak bőven karácsony előtt vagyunk. Kokas Attila küldte nekem a következő csomagot. Kellemes ünnepeket kíván, sok jó fogás, természetesen, hát mivel karácsony előtt. Attila, köszönöm szépen, én is hasonló jókat kívánok neked. Kettő darab csomag van itt nekem. Na nézzük ezt a két csomagot. Pontosan becsomagolva. Ha, jó van, ezzel bírni fogok. Így. Egy penge kibújt.
És ez egy... Aha, egy spéci csali lesz. És azt nem tudom, ez valószínű a szállítás során hajolt el. Már gondolkozok rajta, igazán, hát elméletileg így kellene neki állni. Ezt csak úgy bírom megmondani pontosan, hogyha... De jó kis csalának néz, ha kipróbálom, ugye, vízben. Valószínű, hogy süllyedő vagy enyhén süllyedő csaliról beszélünk, nincs terelő lapja, ami lehúzza. Ha így megáll, és ugye ez biztosítja az excenter pivotját, akkor egy nagyon kiváló kis csali is lehet, ugyanis húz a mi, ez meg pörög, nem bírja, így van, gyönyörűen pörög körülötte. Érdekes csali. Ez nagyon sokféle halva jól lát. Nem tudom megítélni pontosan, hogy milyen mélyen vezethető, de így el tudom képzelni akár sülőre, balélre, tényleg mindenre, mondjuk domolykóra már egy kicsit nagy, de akár még harcsát is lehet szerintem vele fogni. Úgyhogy köszönöm szépen, ezt meg fogom próbálni, azt tudni, hogyha odaérek Attilának a másik csomagja. Ezzel is sokszor oldódik mindig a több kiküldött csalival a... ez az érdekességek száma. Hopp, a végét, ha látjátok, van egy kis ilyen kis propeller. És az orrán is van. Na, ilyet sem láttam még. Egy egész könnyű csaliról beszélünk, tehát azt így tudom megmondani. Régen az abunak volt ez a megoldása, tudtam szerint. Volt nekem is abu wobblerem annak idején. Ez a megoldás, ez a csavaros, ő használta, az abu használta. Abban biztos vagyok, hogy egy felszíni csaliról beszélünk, balinra például. Tudom leginkább elképzelni. Akár csuka is fogható vele, de hogyha én azt mondom, hogy balin a mi első számú célpont. Nagyon kicsi a súlya, így nagyot nem lehet vele dobni. Viszont mondjuk egy ilyen kőrugany végén, ahol van az a surranó víz, ott el tudom képzelni, ott meg húzogatni, és akkor onnan támad a balin, vagy hogyha tudjuk, hogy hol a balin, akkor ez jó lehet. Köszönöm szépen Attilának. Megkukkantom ezt is, bár az előzőre jobban kíváncsi vagyok. Jön egy nagyobb csomag. Egy kicsit eltévedtem, mert 17-es számú versenyző jön. Nem baj, azok vannak itt, amik úgymond sorra jönnek. Így van. Itt a papírunk is. Na, azért mosolygok, mert múltkor kaptam egy ilyet, és ez halál komoly. Ha megnézitek az előző videót, igen. Arra kíváncsi, hogy hogy válik be számomra ez a wobbler. Múltkor kaptam egy ugyanilyet, valószínűleg ugyanilyen színbe. És pont azt nézem, hogy ennek ugyanaz a hibája lehet. Tehát nem tudom, hogy Csonka József, én csak ennyit írt, hogy kíváncsi, hogy válik be nekem az wobbler. Lehet, hogy majd arra kíváncsi, hogy pörög-e majd nekem, de szerintem ez gyanús. Gyanúsan ugyanúgy el van cseszve, bocsánat. Tehát félreáll, a gyártó az elcseszte, úgymond. Így van, erre, jobbra. Nem bírom olyan közel vinni, ez a GoPro, nem, nincs segítségemre sajnos, de legalább itt én is látom, hogy kávé hogy néz ki. Szóval, egyébként a formája, azt múltkor is elmondtam, az kiváló, tehát egy ilyen, nem mondom ki a nevét, milyen márkának a Shed csalia, jár a hajasz, süllőre, harcsára, tehát ilyen kis mindenes wobbler,
méretileg is jó. Csak a koppintát szerintem nem úgy sikerült. De meghúzom ezt is, hogyha lesz rá lehetősége. Gindele Tamás. Na, Tamás, megnézzük, te mit küldtél nekünk. Köszönöm szépen neked is. Kis papír, nagyon korrektek vagytok mindenki, ahogy a felhívás volt. Hú, ez nem egy... Aha. Aha. Csak van tippem. Tamás nem kéri vissza. Köszönöm szépen Tamásnak is. Hát nem egy új szerzemény, szintén egy poppert láthatunk a kezembe. Ennek valószínű volt valaha a szeme is itt. Nem csak ez a mélyedés, látjátok. Illetve a horog is viseletes. Egy kis popper. Valószínű, hogy egész könnyű. Hát itt ezt a kulcskarikát már ki kell cserélni, az biztos. Illetve a hátsókat, meg a orgokat is elég viseletes. Igen. Hát még ilyen variációt sem láttam. Igazából én mindig fölöslegesnek tartom a forgók beépítését a wobbler elé, mert a könnyed mozgását, vagyis hogy veressen a wobbler, már egy kulcskarika is biztosítja. Egy forgó, egy körforgó esetén azért el tudom képzelni, hogy jó lehet. Ez a Józsefinak a egyik wobblerére hasonlít, de szerintem csak hasonlít, tehát ez is ilyen koppintás lehet. Hú, ezt most nézzétek, ezt a horgot, tudom mennyire látszik. Ez lehet, hogy a posta nyomta meg, bár ez nem volt kilukatva, úgyhogy azt nem tudom, hogy miért nyúlt ki. Erre kíváncsi vagyok ennek is a mozgására, úgyhogy köszönöm szépen Tamásnak is, természetesen neki is megy, mint mindenkinek majd a csomag. Akkor következzék Major Ferenc. És akkor lesz még egy, így van. Gyorsan rákukkantottam titokba. Mondjuk kifelé Ferencnek a csomagját. Mekkora szerkezet. Na és itt van az a dolog, ami igazol engem. Pont hasonló wobblerem volt. Ez a Abu-nak egy régi modellje, nem ilyen színbe, de itt, ha megnézitek ezt a megoldást, akkor ugyanez volt, itt van. Csak azért, hogy igazat adjak magamnak, nézzétek meg. Ezt a kettőt. Így. Tehát ugyanaz a megoldás, valószínű ez is egy abu volt. Ez egy hi-lo, így van. Nevezetű. Valószínű itt egy plastik csalléval érintkezett és megmarta. Egy twisterrel szerintem. Amennyi nézzétek egy tarsát, látjátok? Ezt csukára mondták egyébként. Itt már valami problémája volt ennek a wobblernek, ugyanis ez így lehetett pattingatni és állítani a terelő nyelvét ennek a wobblernek. De ügyes kis. Ez még ugye az elsők között volt ez a wobbler. Na, viszont Ferenc nem küldött nekem semmit, úgyhogy ezt visszaküldöm neki. Azt mondja, hogy Hajnal Botond, a következő mostani adásunk utolsó versenyzője. Nézzük Botond, mit küldött nekem. Budapestről, ezt most kivételesen elárulom. Küldött egy fotót is.
Gyorsan megkukkantom a levelet. Igen. Csalit nem kéri vissza. Ki különleges műcsaliról érdekelne a vélemény, úgyhogy köszönöm a fotót, és egy szép csukával látható a fiatal ember, mivel nem nincs benne, hogy hozzájárul a megjelenés, ezért ezt nem mutatnám meg, így a nagy közönségnek. No, ez tényleg két különleges csali, mind a kettő tengeri csali. Az első. Én azt hiszem, hogy ezt ilyen csali füzéren használják, egy egész nagy súlyon, tengeren, mind a kettő tengeri, ezt már elmondtam, igen. Nagy füzéren, oldalfüleken, leengedik, és így szépen emelgetik, mint egy dropshot, csak akár 6-7, meg nagyon sok darab ilyen szerkezet van rajta, és hát erre oda akármilyen tengeri halak úgymond rákapnak, nem vagyok egy tengeri horgász, de tudomásom szerint ez így van. A következő tényleg egy különleges, annak idején én is néztem, hogy ez mi a franc lehet. Miért nincs ez a rendes fork? Mire való ez? Hát nem tudom, nagyon sok kis ilyen visszafelé hajló tüske van. Talán ilyen garnéla rákra hasonlít, látjátok itt ez egy ólomsúly, itt az, az orránál. Kis ilyen kis tollak vannak előre, kis szem. És a tinta hal ezt ezzel táplálkozik valószínű, vagy nem is tudom. De tudomásom szerint ez így van. Lehet, hogy hülyeséget beszélek, tehát írjátok meg hozzászólásban, valaki tudja pontosan. És akkor arra rákap, és akkor ez úgy helyes. És az alatt ragad, mit nem kell szakál. Fogalmam nincs, hogy ez ötlen, hogy működik, de van több ilyen csali, úgyhogy megint több ilyen horoggal ellátott szerkezet. Úgyhogy ez ilyen inkább ilyen garnillát utánzó tengeri szerkezet lehet. Magyar művekben nem igazán jó, meg hát ez nem is a mi halangik szájának való, úgymond. Köszönöm szépen Botonnak a csomagot. Természetesen maradt még egy rakás csomag hátra, úgymond hátra van még, de ahogy mondtam az adásunk, mostani adásunk elején, még megvárom az összes beérkezését. Kettő csomagbontás biztosan lesz, már annyinál tartok, hogy egyben nem akarom már besúfítani. Meglátom, hogy néz ki, de két csomagbontás még tuti, hogy lesz ezen felül. És hát lassan majd várhatjátok a, úgymond a visszárút. Aki visszakérte, annak visszaküldöm a csomagokat. Akinek meg nem kérte, azt köszönöm, megtartom, illetve majd még kipróbálgatom. Meg ha halat fogok, ahogy ígértem, azt meg is fogom osztani ezekkel a csalikkal, még pluszba, illetve talán még lehet, hogy véleményezem, ha olyan érdekesebb dolgot találok. Azt így majd menet közben még majd ki fog derülni számomra is. Akkor szintén azzal zárnám a mostani adást is, hogy ha nem iratkoztál még fel a csatornámra, föltétlenül iratkozz fel, így nem fogsz lemaradni semmiről, vagy nézd meg más videómat is. Illetve találkozzunk jövő héten, szerdán 20:30-kor. Sziasztok!